look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change, watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change, watch the craze, keep it sane, don't fade away. Sziasztok, üdvözöllek titeket, ez a Carmelix Simulator 2015 második évadának 7. része. És 84.888 dollárom van, tehát az inventory-ból eladtam a cuccokat. Azért van egy picivel több, mint az előző rész végénél. Jó, na akkor én most megyek és vásárolok egy kocsit. Majd meglátjuk, hogy miért tudok venni. Na, ez szerintem skippelem. Maximum, hogy megnézem, hogy mennyiért kell el. Most már valami vagányabb kocsit szeretnék vásárolni. Hát, nem sokkal licitáltak rá. Többieknek is az a belátásuk, mint nekem, hogy normálisabb kocsit kéne venni. Na, nézzük a következő ajánlatot. Látszik, ez az aukció nem arról híres, hogy nagy sportkocsikat árulgassanak. Látszik is az árukon. Mindegyik kocsi között van egy betöltő képernyő. Na ez, egy kicsit jobbára van, ketten, hárman, négy, öt, hat, hét, nyolcan licitáltak rá. Na, remélem az én következő kocsi már az enyém lesz, még van még két kocsi. Jönöm, kell lesz még egyet. Az komoly, el se kelt. Nem is licitáltak rá, az komoly volt. Na, nem akar jönni az én kocsim? Szerintem az utolsó lesz az én kacsim, az biztos. Na? 12.500, hú, mennyibe fog kerülni? Nekem a sportkocsi. Na hát ez nem az én napom, jövök még egyet, szerintem. Mert... egy volt, ami nem keresztmotoros, arra nem is licitáltam. Na mindegy, akkor jöhet a következő nap. Majd visszanézünk, nem akarok beleválasztani meg ilyen kocsiba. Lehetne már ilyen árkategóriát választani, vagy valami. Vagy én most... drágább kocsit szeretnék venni. Ilyet már vettem, nem? Mintha az előző részben is ilyet raktam volna össze. Nem szeretnék belfürödni megint. Ó, ez nem is... kelte drágán. Jó lett volna az a kocsi, csak azért nem vette, őristen. Következő kocsi, következő kocsi, következő kocsi, nem is érek le az ára. Na, mutasd már. Nem is érek el. Na, még szarabb.
Az előző, vagyis a legelső kocsit azért nem vettem meg, mert nem akartam már kopizni. Ha megint ugyanolyan kocsit rakok össze. Hát... Erre licitálok. Az csavilág. No, ne legyen már ilyen drága. Mi az, hogy amit én akarok venni, az drága. Nézd meg, mindig rám licitál. Mindjárt megverem. Ilyen drága, ami nem kell tekhasi, csak amire én licitálok, az kell drágán. Na 20 ezerig elmegyek. Na még egy utolsó licit. Jó. Na jó, még egy. Most már tényleg nem kell egy kocsit. Na hova megy már az ár? Na akkor vidd el. Na hova emelkedett? Biztos örült az emberke, hogy jó felvétel neki az árat. Na? Most már nem mehetnek az a kocsi nélkül, mai napon. Az rám licitált már hirtelen. Ilyen drága nem kellettek el kocsik, csak amiket én licitálom, azok. Na végre. Nézzük meg az utolsó kocsit. Na, megint ez a kocsi, ami... Ez micsoda ez itt bedőlve? Vagy eddig is itt volt? Ez mi volt itt? Ó, oh, ne! Rá akartam kattintani! Ó, oh, na mindegy, menjünk. Utolsó utáni pillanatban kattintottam, azt már nem tudtam licitálni arra a kocsira. Mert jó áram volt végül is. Hogy ebben? Jó, ez a rengeteg betöltő képernyő. Na, automozgatás a garázsba, vissza a garázsba. Na, jó, elment az idő ezzel a vásárlásokkal. Na, még korán van még. Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy balemele. Na, nézzük, hogy néz ki ez a gépjármű. Hát, szokásos. Ez gyorsan megcsináljuk ezt a kocsit, és akkor jöhet egy még nagyobb. Nem, az csak a pénzünk nevelésére, meg az XP nevelésére lesz jó. Mi az? Ja? A üzemanyag híd miatt nem tudtam leszetni ezt. Természetesen ma is az a cél, hogy szétszedjem a kocsit. Utána megvásároljak minden új alkatrészt, és kicseréljem. És eladjam olyan állapotba, vagy 100%-os állapotba végül is. Van jó kis színnel. Na, előbb a szívfeszítő. Az komoly. Mindegy. Jött le a generátor is. Jó. Kormány szervok szivattyú. Jöhetünk. Leszedni a kipufogócsónk fedelet. Kipufogócsónkat, ha a hűtőradiátor nem lenne útban.
Jó, azt mondja, hogy egy gyújtókábel. Egy hengerfej. Csapágyrész. Na, végül is a motor belseje nem olyan, és ilyet még nem szedtem szét. Legalább ez is újdonság. Kicsit már el vagyok szokva ettől a jobb klikkeléstől. Mert... itt mi van? Gyújtás modul. Trackmanékat többet rakok ki a csatorna, meg többet játszok vele és... más a leszerelési módszere. Na itt van a koldat a gyújtógyertyánk. Na, oda. Igen, más koldat, hogy néz ki. Aha, na leszettünk mindent, itt van még egy üzemanyagszűrő. Ez egy hengerfej. Jó, szerintem ennyi volt itt fent. Hát, amit tudok, még azt leszedem. Vagy legyen nálam rengeteg minden. Majd zavarodjak össze megint, hogy milyen sok cucc van nálam. De nem akarok annyit szaladgálni. Jó. Nézem, hogy vagy egy levegőszűrő. Ez is hűtőventilátor. Nagyon jó. És elmézek, én a fentről mindent leszedtem. Már többi mind alul van. Na, akkor emeljük fel, és emeljük ki a motorblokkhoz kapcsolódó dolgokat. Na, azt mondja, hogy először is akkor a kereket kell leszedni. Hogy a váltót le tudjam majd szedni, kormányművön keresztül. Jó, azt mondja, féltengely. A másik oldalt a kerék, meg a féltengely, és akkor készítettem a kormányművet. Nem is néztem. Aha, itt teljesen keresztül megy a váltó. Kormánymű. Ugye kormánymű, kardantengely, kormánymű az itt van lent. Úgyhogy ezt mindenféleképpen ki kellett szedni. Jöhet a... Nézd, meg nem érem el kardantengelyt. Na, akkor másképp számolunk. Ide, bele kattintunk. Na és most szedjük le. Jó kis hátsó kerekes. Keresztmotoros gépjárműünk van. 4x4-es váltóval. Ja, akkor nem hátsó kerekes, hanem első hátsó kerekes. Nagyon zsír. Jó, szétszedem a kuplunk szerkezetet is. És jöhet az olajteknő. Vagy a... Hoppá. Hogy a tengely ki tudjon venni. Az pedig a csapágyfedeleket levesszük. Olyan hülye hangzik, hogy csapágyfedél. Jó, ezt már felülről, azt is felülről. Csak utána meg le kell jönni megint a főtengelyt kiszedni. De egy emeljük le, azt teljesen ki akarom most szedni. Ja, dugattya hajtókar, na. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Jó, és akkor mehetünk vissza fel. Mármint kocsival menjünk fel. Mi van legyünk itt. Jó, jöhet ki a féltengely. Ja, és a motorblokk az természetesen fentről kell kiszedni. Nem akarok kilépni. Be akartam lépni ide. Ez egy R4-es motorblokk. Na, mindegy, amíg jön lefelé, én addig megyek vásárolni.
Azt mondja, először is megveszem a motorblokkot. És akkor onnantól kezdve megyek kifele. Ez 600 dollár. Jó, na. Ah, menjünk szép sorba. Egy motor. Akkumulátor természetesen kell, ebből kell 4. Mennyit vettem? 3-at vagy 4-et vettem? Hogyha világ. 3-at vettem. Feszítőgörgő. Egy darab, igen. R4-es főtengely. 1, 2, 3. Folytószert nem tudom milyen volt, szerintem ilyen volt. Meg is vesszük. Igen, főtengely szétált csak kell. Generátor kell, gyújtásmodul kell, azok nem kellenek, ebből 4, 2, 3, 4, azt mondja, ilyen gyújtókábel kellett, trafók nem kellenek, azt mondja, hogy hengerfej, szerintem R4-es volt. De akár meg is nézhetem. R4 szok. SOC, SOHC. Szó. Rendben, azt mondja szíjak. Egy A kell. Többi R4-es. Azt mondja, egy A. Többi pedig E4. Rendben. Hol jártam? Itt hűtőventilátor kell. Hűtő radiátorral, igen. Indítómotor sima. Karburátor nem. Kipufogó csonk. Egy fedél, kormányszerró szivattyú, biztos, hogy ez kell. Ó, landa szonda, eddig benne volt, az nem tudom. Lendítőkerék, természetes levegőszűrő, igen, levegőszűrő talp is, fedél is. A motorblokkot megvettem, szerintem a szűrő az csak sima R4-es. Jaja, olajteknő, oké. Mi van még itt? Csak ez az egyfajta van. Rögzítő kapos B nem kell, A kell nekünk. 1, 2, 3, 4. Szelepfedélből. Szívfeszítő az biztos, hogy kell. Szelepfedélet megnézem. Ezt jelentem, csak a sima kell. Igen. Ezek nem kellenek. Annyira hasonlít egymáshoz a kettő, nem is tudom melyikkel. Megnézzük. MPI. Üzemanyag szűrő, üzemanyag híd. Na, megveszem az üzemanyagtartályt és meg az üzemanyagszivattyút. Ez kell nekünk, ez kell nekünk. Igen. Rendben. Ebből kellett. 3 vagy 4?
Megnézzük. Igen, ezeket megvettem. Ja, fékszerrót azt még veszünk, de az nem motorhoz tartozik. Hol jártam? Ja, a váltót is akkor már megnézzük. Hogy ezen volt-e, mert nem emlékszek rá. Természetesen kell lenni egy kocsi vízpumpának. És van is jó hon. Csak olyan gyorsan levettem, nem is emlékeztem rá. Azt mondja, hogy megvettük, jó. Jöhet a sebességváltó. Kell nekünk egy ilyen. Ó, kardántengely. Ez csak egyfajta van? Kuplung, kuplung. Igen, és akkor kell nekünk egy R4x4-es váltó. Kardántengelyre kíváncsi vagyok, hogy csak sima kardántengely. Aha, jó van. Meg van első kardántengely is. Az már futóműhez tartozik. Azt mondja, hogy kis megszakítás. Na, közben megzavartak. Na, hogy jártam? Azt mondja, hogy fél tengelyt, azt akartam elindulni, hogy vettem-e már. Nem. Akkor addig nem jutottam el. Na, fél tengelyt kell vennem. Közben nézem, hogy mit vásároltam már meg. Hogy ilyen üzemanyag irat kellett volna vennem, aha, utána már gondolkoztam, hogy ha MP is a szívócsónk, akkor valószínűleg olyan üzemanyag irat kellett volna hozzávenni. Meg sima R4-es folytószelep. Azt jól vettem, azt jót vettem. Na mindegy, amit még nem vettem meg, az pedig lenn akkor a féltengelyek, meg a kardántengely. Igen. Azt mondja, 1, 2, 4x4-es. Ez egy 4x4-es van, ugye? Igen. Jó, ezeket majd később fogom megvásárolni, majd ha azokat leszettem. Jó, na, mi van még nekem? Hát végül is ennyi volt a motorhoz. Ja, meg az üzemanyag hidat azért megveszem, ha már rosszat vettem. Őt. Na, menjünk is akkor most már a motort össze is szerelem. Ezt még innen kikapjuk. Jó, és akkor jöhet is visszafele. Kettes. Jó. Na, új motor összeszerelés, akkumulátort is vettem, minden igaz, igen. Na, akkor már visszarakom a légszűrőt és a légszűrőt tartóját, fedeleit, minden. Meg ezeket a kis pöcköket is. Csak muszáj vagyok ránagyítani. Na. Oh. Az a fordulás itt. Akkor így nagyítunk rá. Jó, jöhet ez is. Ha már itt van a hűtőventilátor, akkor ide bedobom. Most könnyebben hozzáférek, átfordulok és akkor ide is rakom a kapcsokat. Most már új levegő szűrő berendezésünk van. Igaz, még motor nincs a kocsiba, de már a levegő szűrő az benne van. Meg az üzemanyag szűrő is, nem tudom mihez csavaroztam most fel. Jó, fékeknél még nem jártam. Jó, akkor jöhet nekem most már bele a duattyú hajtók. Nem, a főtengelyt először bele kell rakni. Jöhet akkor a vízpumpa, jöhet a generátor. Amit tudok még most gyorsan felülről berakom, ne kellessen le meg felmozgatni a gépjárművet folyamatosan. Jó, rendben, akkor jöhet a semmi, mert muszáj berakni a főtengelyt, ahhoz csatlakozik a többi
dolog. Maximum egy indító motor, ha minden igaz, azt még hozzá tudok rakni. Az sem, mert azt a váltóhoz kell csatlakoztatni. Jó. Na, akkor csak elértünk oda, hogy felemeljük a gépjárművet. Jó, és akkor mehet bele a főtengely, meg a csapágy fedelek. Az olajteknőt valószínűleg nem fogjuk tudni visszarakni, mert nincs benne még a főtengely, vagyis a hajtókar. Jó, jöhet a olajszűrő, nagyon jó. És akkor már itt vagyunk lent, akkor nézzük meg a váltót, meg a koplungok szerkezetet. Amint helyezzük vissza az újokat. Jó, jöhet a koplunk tárcsa, jöhet a koplunk kiminyomólap. A kinyomó csapágy is, jöhet a váltó. Nagyszerű, meg van vásárolva minden. Nem kell azzal foglalkozni, hogy most ezt nem vettem meg. Hát az első kvadrántengelyt azt visszarakom, de a féltengelyt azt nem be, ezt úgyis még szét kell szedni. A kereket, ezt meg innen nem érem el, csak akkor, ha kilépek és belépek. Így. Ezt se rakom vissza, mert a hátsó bölcsőt ki kell cserélni. Akkor nem, akkor jöhetünk még ide előre. És mit tudok még visszarakni, ami nem csatlakozik semmi olyan dologhoz. Hát mondjuk semmit. Akkor leemelem a kocsit. Legalább a motor legyen kész, addig meg megyek, míg leemelődik egy szervót venni. És legalább akkor ez is bele van rakva felülről. Nem kell sem már annyit emelgetni ezt a kocsit. Lemeg fel. Rendben. Jó, következő lépés. A dugattyú hajtókarok behelyezése. Jó, hengerfej. Most már az indítomatót is visszarakhatjuk, mert van most már váltónk, amire csatlakozik. És rakom vissza, mert csatlakozik ehhez a kipufogócsonkhoz. Ha, de említettek, ha jól emlékszek, független volt tőle. De majd, ha úgy lesz, akkor majd leveszem. Ne legyen már annyi újakat rész nálam. Gyertyákat azokat vissza tudjuk rakni innen. No. A valóságban is ilyen a negyedik gyertya nagyon rossz helyen van. Nem lehet hozzáférni. Jó, jöhet a főtengely, vezérműkerék és vezérműtengelynek a rögzítését. Az mi durva lenne már, hogy így lehetne lecsavarozni. Ez csak a csapágyat szorítja le. Jó. Na, hogy állunk? Lehet a szelep felé el is vissza. Na, csavarodjál már visszafele. Egy szívócsonk is egy üzemanyag híd. Folytószeleppel, mindennel. Csak közben rengeteg csavarba kell csavarozni. Jó, na akkor most már jöhet ez a rész is. Először egy vezérműszi, aztán egy feszítő. Hey! Nem vettem ilyen szíjat, most nézem, hogy 64%-os. Köszönöm, motor.
Na, így most már rendben van. Mondom, olyan kopott az a szíj. Meg jó, hogy megláttam. Már kicsit másabb. Teljes értékűt visszarakunk. Jó, jöhet a vezérműház. Ugye jó, nem kell csavarozgatni. Egy feszítő görgő. Főtengely szíjtárcsa. És jöhetnek a szíjak. Zsíros kifli. Na, vagy állunk? Inventoryba. Mik vannak még, ami új? Jó. Ide még egy fedél. Ja, ezzel nem is volt fedél? Vicces. Nem. Ide jön még ez a gyújtásmodul. Ja, jöhet a gyújtókábel. Na és akkor most jöhet a fogacsonk fedél. Na zsíros kifli. Jó, akkor motorunk az már elkészült. Nagyjából. A féltengely hiányzik az olajteknő. Ring Basic 2, az kerék. Aztán másik féltengely is hiányzik. Kardan tengely, másik kerék. És akkor itt ki van cserélve minden. Na, emeljük fel, és akkor jöhet az első kerék lecserélése, mármint a hozzátartozó dolgok. Hát itt is értelemszerűen megfogom és bontom szét vele. Majd utána megnézzük, hogy mit kell vásárolgatni. Kerék vagy csapágy. Első kerék vagy. Csonkálvány majd akkor is lejön. Vagy akkor jön le, ha leszettük a teleszkópot. Itt pedig a stabilizátor összekettőt szedjük le. Jó, jöhet akkor az első rugó. Na, mondom az első rugó. Kormány összekötő. Külső, belső. Alsó lengőkar, és... az első csonkálvány. Jöhetünk a másik oldalra. Itt is kormány összekötő. Külső, belső. Menjünk fel, szedjük le a teleszkópot. Stabilizátor összekötőt. Most kiszedem az első stabilizátort is, ha már nem fogja semmi. Meg akár a kormányművet is. Egy alsó lengőkar. Jöhet a teleszkóp meg a dugó. Ja, még a féknyerget nem is szedtem le. Vicces. Fékbetét, meg a kerékacsapágy, meg a féktárcsa. Ja, első féltengely. Mármint kerékagy. Féltengely az már ki van véve. Rendben, és jöhet a gumipersely. Ami már csak csatlakozik a bölcsőhöz. Na most akkor kíváncsi vagyok, hogy innentől kezdve le tudom szedni a kipufogó csövet, vagy útban van a felső. Aha, útban van. Nagyszerű. Akkor mehetünk majd vissza. Leszedem a kipufogó rendszert is. Ne legyen már itt. Jó. Na még azt leengedem, mert ezt az első kipufogót csonkot is ki akarom cserélni még. Na, hogy ez a két csavar kellett volna kiengedni, és leesett volna, mindegy.
Logikusan gondolkozunk. De nem, le kell szedni teljesen. Nem, lépjünk ki, hanem első kipufogó cső. Ja, kezdve felemeljük a kocsit. Na nézzük, mi is van az inventoryban. Azt mondja, hogy... Első kipufogó középső katalizátor R4. Azt mondja, hogy első kipufogó cső. Hátsó kipufogó dob. Ez egy van R4-esből. Kellett nekünk egy középső, meg egy katalizátor. Jó, a kipufogó megvan, véve az összes. Na nézzük, hogy milyen számozások vannak, betűjelölések. Hol járunk? Majd részen kívül majd elolom a cuccokat, nem akarok itt csörömpölni. Na, itt jártunk. Azt mondja, hogy igen, igen. Jó, itt A betű kell, stabilizátorból, alsóból B, csonkálványból A. Alsó B, első. Alsó B, 1-2, 1-2, első bölcső az nem tudom, de ebből A kell. Fél tengelyt megvettük, kardán tengelyt megvettük, kerék a csapályból kell 2, első lengés csillapító felső tájából 2, első lengés csillapítóból 2, rúgóból 2, ebből az A kell megvenni, abból 2, első stabilizátorból, oké, gumipersejből 4, 2, 3, 4. Még hátul nem járunk. Kerék a csapágyból 2. Kormányműből 1, külsőből 2. Rendben, jöhetnek a fékek. Fékbetétből 2. Féknyeregből 2, hűtött féktárcsából 2, és mit hagytam még ki? Az első bölcsőt nem tudtam, hogy miért kell venni, szerintem nem vettem meg. Na, sima első bölcső. Megvettem, vagy nem vettem meg? Aha, sima bölcső, és nem vettem meg, mert nagy rosszat vegyek. Azt mondja, hogy futómű, első bölcső, rendben. Na, akkor. Jött az összeszerelés. Visszarakjuk már az olajteknőt. Jól nézzen ki. Ne menjen bele a piszok se. Jött az első bölcső. És... innentől kezdve. De hogy egy kormányműre kattintottam, és a stabilizátort rakta vissza. Igen, ezt először leszedjük. Másodjára visszarakjuk. Katalizátor is jöhet. Rendben. Na, ide jöhetnek a gumipersejek, még el nem felejtem. Ez nem olyan látványos, mint egy, mit tudom én, első féltengely. Vagy egy első csonkálvány, amire rá kell csavarozni mindent. Ez micsoda itt, ez a kis karika? Dudo? Kürt? Vagy az első fényszoró, vagyis ködlámpa, vagy valamilyen kicsi világítási eszköz, ami alulra van szerelve. Jó, na ezeket visszaszereltem, jöhetnek a csonkálványok. Vicces lenne, hogy lenne ebből balos is, meg jobbos is. Még jobban keresgélni kéne. Jó. Na, jöhet vissza a kerékkocsi. Akkor a csapágy hozzá. Akkor a féltengelyt is vissza tudjuk rakni. Már annyival kis kevesebb van nálunk. Egy hűtött féktárcsa. Fékbetét. Féknyereg.
Még a fék rendszert rakom visszafele. Igen, az első rugó. Lengés csillapító. Felső tányér, még el nem felejtem. Rendben. Ja, itt van ezen az oldalt van a stabilizátor összekötő. Jó, itt elméletek már csak a kereket kell visszarakni, amit még nem vásároltunk meg. Jött a másik csonkálvány, alsó lengőkar. Kerék vagy. Ahhoz a csapágy mindjárt. Nyitott féktes, ahol visszarakom a féltengelyt is, ne logjon itt ki. Rendben. Na, a következő lépés. Belső kormány összekötő. Külső kormány összekötő. Jöhetnek a rugók. Lengés csillapító. Felső tányér. Jó. Na. Mi hiányzik a összekötő? És a kereket még nem vettük meg. Jó, karrant engem még nem tudom visszarakni, mert hátul még bontani kell a tuccokat szét. Nézzük már meg, milyen kerék van ezen is akkor akár, mert az elsőt vissza is rakhatom. Azt mondja, hogy abroncs. Közben nézzem, hogy mik vannak. Amúgy nincsenek olyan, és nem is volt annyira nagyon rossz állapotban ez a kocsi. De így kapunk a legtöbb pénzt, meg legtöbb bónuszt, hogy... Hogyha teljesen megcsináljuk, felfullozzuk a kocsit. Na, azt mondja, hogy még vannak ezek. Igen. Na, a kereket akartam megnézni. Rim Basic 02. Akkor legyünk Rim Basic 02. Hátra is megvettem, ha már veszek, akkor legyen meg az is. Jöttünk a másik oldalra. Oké, és következő, engedjük le, és akkor fent most már tényleg befejezem a motorban lévő dolgokat. Most már így, hogy visszaraktam a kipufogó csonkot, és az elsőt. Jó, jöhet a feril. Rendben, és amit akartam még. Na, mi van még itt 100%-ban? Nálunk. Aha. Aha. Jó, akkor még fel kell emelni. Na, azt mondja, hogy kettes helyett. Egyes is bele kattintunk, így kettes. Hát kipufogót rakjuk vissza, nem a kardantengelyt, hiába jelöli ott nekünk. Oké, dokkiri. Hát... ha már megvettem az üzemanyag tartályt, meg ilyesmit, az üzemanyag szivattyút, akkor azt most ki is cserélem. Legalább így motorikusan legyen már meg a gépjárművünk. Jó, na kíváncsiságból itt tudom mozgatni, hogy rajta van a padon. Aha. Az
Elmehetek be lehet ülni a kocsiba. Na, végre. Még itt sose ültem benne, mármint úgy ért, hogy itt kint. Nem tudtam szétnézni, de most már szétnézek, hogy jó néz ki. Nagy navigációs rendszer, rádióval egybeépítve. Echo mód, minden itt van. Jó lesz ez a kis kocsi. Jó, de szerintem ebben a részben ennyi fért volna. Sikerült megvásárolni ezt a gépjárművet, kicserélni a motortérben lévő alkatrészeket, az egész motort. Illetve az első felfüggesztés és fékrendszert, a kipufogó rendszert, illetve az üzemanyagszivattyú rendszer, vagyis az üzemanyagrendszert. A következő részben megcsinálom a hátulját, a karosszériát, illetve kap egy egyedi sötét festést, illetve vásárolok egy újabb gépjárművet, és ezt eladom, és vásárolok egy újabb gépjárművet, remélem most már. De nem baj, ez is legalább újdonság volt, mert ilyen motort még nem szedtem szét. A külseje az hasonló volt a többiekhez, többi keresztmotoroshoz, de itt volt egy-két változás benne. Két vezérműtenge helyett egy vezérműtenge oldalt voltak a gyertyák, stb. Na mindegy. Ennyit szerettem volna ebbe a részbe rakni, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, ha megnéztétek, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek még ilyet, illetve szeretnétek értesülni az új epizódokról, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, én Sanya voltam, sziasztok!